Megmértem a vérnyomásomat és kész lettem. És akkor itt megmérték, akkor meg lem volt. Most milyen üvék vannak itt? Japán csuklós, az fönn van. Mi az a japán csuklós? Hát ide, japán csuklósom, az fönn van. Évikének a dobozosa, meg lem van. Most kész vagyok, hogy mit szabad ennem, meg innom, meg hogy tudom fölizgatni magamat. Meg mennyire. Én velem szeretek beszélgetni, mert túlbeszélem a riportert. Annak csak levegőt kell venni, és a szeméből érzem azt, hogy mit akar kérdezni, és én már felelek. A Fábrinál is sikerült ezt megoldani? Fábrinál nagyon, nagyon boldog voltam. Mert Fábrinál azt hiszem az egyetlenek közé tartoztam, aki nem fektetett két vállra, hanem még ő is nevetett. Hát mert szereti. Hagyod beszélni. Hát persze. Meglátozik az ő arca, hogyha valakit igen szeret, és ritka az, hogyha valakit így hagy. Igen. De szerintem, hogyha nem hagyta volna, akkor se sikerült volna neki. Mert... Nem, mert én rámentem volna fölülőn, madár leptébe. Mondtam volna a poeneket. Tudom, maga azt akarta mondani Sanyikám most, hogy de nem hagyom, hogy maga azt mondja, hanem én folytatom a sajátom. És akkor ő nézett volna rám. Hogy bele se tudott szólni. Milyen volt a mai reggel, Lencsike? Hát ahhoz képest, hogy esett az eső. Tegnap nyírták a fát a Nagy Mező utcába. 4-5 órán keresztül sirattam a letört ágakat. Megnéztem este itt a vízészabadtéri színpadot. Csókolom, édes, csókolom. Ahhoz képest... Tani Péter érkezett. Mit, édes? Semmi, csak bemondtam egy nevet. Kedves drága barátunk, aki a jobb keze minden bajunknak. Igen. Ahhoz képest viszonylagosan jó reggel volt, egy kis libazsíros pirított kalács, egy kis fekete kávé, egy kis parádi víz, és most várom az elkövetkezendő étrendet próba után, hogy mit veszek magamhoz. Kedvenc vendégünkbe. Jó napot kívánok, és kedvenc büfénkbe. És akkor jön a délutáni csuklógyakorlat ismét. Szöveg bizonytalanság, de arckifejezés teljes biztonsággal. Majd a megtévesztve a partnert, aki szegényként várja, hogy mikor kell neki belépni, és én nem hagyom, mert én nekem van egy szavam, én azt folyton elmondom, hogy Istenem, Istenem, és ezzel a szerep megzavarja a bentlévő kollégáimat is. Tetszik már tudni az Idának a szövegét? Hát viszonylagosan, nagyon gyakorlom. Szerintem azért ment föl a vérnyomásom, mert nem megy az agyamba. Minél öregebb vagyok, annál kevesebb szerepet kérek és sorokat. Majd én lemimikázom, ami hiányzik. Van hasonlóság az Idában szereplő mama és Lencsike között? Már milyen értelemben hasonlóság? Hogy amit aki tetszik játszani, a között a figura között. A figura között van, mert nagy érzelmi kitörései vannak a kislányomnak, amiben én is a végén olyan érzelmesen kitörök, hogy kvázi az alma nem esett messze a száját. Meddig beszéltetsz még? Móra Ferenc, azt tudod, hogy a Vörös Marti Mihály nem jut eszembe. Csini baba neves felé, Csini baba szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini csini becik legé, Csini csini teli legé, ne haragudj kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhán, csupa tarka virán, hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz. De ennek semmi értelme. Picike, mi ez a fejedem? Csavaró. Miért? Van egy öltözete, megvan. Azért, mert hogy szép legyek. Abban én kérlek, magát a madarat játsz. Milyen madarak? Egy papagák. Beszél? Nem, énekel. Énekel a darab elején. Előadsz belőle egy rövid részletet? Most lőjem le, most végén van nagyobb feladatom. Ott körülbelül 17 évesnek kell majd lennem. Mennyinek? 17, jó hallott. Nehéz lesz ilyen öreg asszonyt játszani egy ilyen fiatal lánynak, mi? Bejöttök a legnagyobb drámába. És én boldog lány,
és elővezetek egy operett finálé. Legalábbis a rendező úr így rendelte, hogy elég feldobott legyen. Hát azt mondtam, rekezdeti rendte. Ez a Róbeus Júlia. Ez Armány és Fajtalanság. Igen. Voltam-e már ide? Igen. A most a helységbe érkező ismeretlen művész. Világ legjobb csengő hangja. Halló? Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg, kérlek szépen, várom válaszát. Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is. Hívjad, siess hát, biztosan elűzöm a bánatát. Mondd, bácsi, te valami rosszat tettél az anyukának? Amikor keresed, mindig azt csúgja, mondd, hogy nem vagyok itt, mond. Hát mondd el, hogy milyen a szobád, és áruljad el azt is, hogy írni tudsz-e már. Hát tudok írni, pedig még csak óvodába járok, az anyukám tanított, tudod, nekem nincs apuka, mint a többi gyereknek. Hidd el, nekem is fáj, 7 éve szenvedek már. És egyre csak már. Milyen rendező Verebes István? Istenem! Na ez egy jó kérdés. Na ez egy tök jó kérdés. Hát most hülyén fog hangzani, de iszom minden szavát. Komolyan mondom. Olyan dolgokat talál ki, és úgy tudja olyan szépen tudja kevergetni, mint mikor valaki jól főz, és összeérik az egész, és arányosan van ez is, meg az is, meg amaz is, isteni a rendben. Isteni. Jó. Olyan jó dolgokat tud mondani, és akkor az ember rájön, amikor rájön, én azt szeretem, amikor rájön az ember, követi az eseményt, és próbálja azt mondani, tényleg, hát eznek tényleg így kell lennie. És a pont így csinálja, és ez azért van, mert megvan a fejében, hogy mit akar szerintem. Most mondj egy olyan választ is, ami akkor hangzom el, igen, hogyha ő nem látná ezt a videót. Én egy őszinte lány vagyok. A Frantumban például. Igen. 6 szerep keres egy szorzóban is egy oldalra. Abban nagyon sok zene van. Hogy játszunk. Volt egy szerep próba, és konkrétan úgy próbáltunk a táncpróbát, úgy táncpróbáztunk, hogy Lábújhegyen táncoltunk a színpadon, mert az István a 4. sor közepén üvöltve horkolva aludt. És hát ugye mi nem akarjuk, hogy fölébresztem, minden pedig oda kellett volna csapni a lábunkat, hogy fölébredjen. És fölébredt, és így... Nem, az nem jó. Kész, ennyi. Na. Jó, tehát most ebből a gondolatból kiindulva, mondjál valamit, ez aranyos, mondjál valamit a Verebes Pistáról, ami negatív. Tehát, hogy ne mondják azt, hogy mi itt tövig nyalunk, mert hogy ő az igazgató, hát meg például, a rendező. Például... Ami volt, nem tetszik. Mi nem tetszik benne? Volt egy próbánk, ki volt írva, hogy lesz egy összpróbánk, bejöttünk 3 órára, és elmentünk 3:05, mert csak fölolvasott 2 jelenetet. Ennyi. Mm-hmm. Ez például, ezt nem annyira szeretem. És utána fölmentél az irodába, és rácsaptál az asztalra? Nem. Akkor miért vagy felháborodva? Nem vagyok felháborodva, csak ez nem tett. Ha föllettem volna háborodva, nagyon meg voltam lepődve. Aha. Nem ehhez szoktam tőle, megmondom az őszintét, hogy... Hát igen, mi tagadás nem szokott ilyet, csak egyszer-egyszer beficcelhetnek. Na, ezek szépítsünk, mert azért az állásunkról van szó. Jó, most ezután, hogy ezt elmondtad, számítasz-e arra, hogy esetleg nem kell benne lenned már ebben a darabban, sőt, semmilyen darabban? Nem számítok rá, mert ő nagyon örül, ha az ember megmondja, mi gondol. Ugye? Ugye? Igen. Ugye? 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 Igen. Ez az én véleményem is. Igen. És különben is ez a csavaró nagyon fog neki tetszeni. Úristen! Jelenik! Meglépett piroska! Meglépett piroska, mert a mesét megunta, és bízott a farkasba. Hát,
Paparazzo. És ez melyik csatornán jön majd?